Gyertek! Figyeld, gyertek! Hogy gyere! Gyere, 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 gyere! És kajára számítanak igen, ilyenkor? Igen, ki is engedem őket. Gyertek! Hogy vonagunk kell arra, és lemegyünk a vízpartra velük. Gyertek! Gyertek! Ó! Gyertek! Nagyon szép helyen laknak. Itt szoktak legelészni? Igen. Hát ez azért sík mindenütt, mert ahol gaz volt, ők leették időbe. De nagyon jól néz ki, igazi legelő. Igen. Itt nem szoktunk kaszálni, ők a kaszálógépek minden. Gyere! Gyere már! Gyere, Ádám! Ádámka kis félénk? Igen, lemaradt az Ádám. Szegény. Szépséges kis szürke poatüven és szanentáli keverék. És a tejjel mit csináltok? Hát én őszintén elmondom, nagyon sokan jönnek kisgyerekesek a tejcsiért. Anyatejpótlásra viszik, csontvitkullásosok viszik, gyomor, bél problémások. Mondjam azt, hogy sajnos a daganatos betegek is. Volt esetleg kutyákkal valami rossz élményük? Igen, hogy így sajnos, félnek? Sajnos igen, saját kutyáinkkal nincs, mert megszokták, sőt védelmezik a saját kutyák a kecskéket, de idegen kutyák, pláne akinek nem tud a gazdája sem parancsolni, a gyereket is megharapja, és némelyik felelőtlen kutyás elengedi annélkül a aranyos kutyuskáját, hogy nem tud neki parancsolni, hogy viselkedjen. Aggódok érte, mert azért mégis hozzám nőttek ezek az állatok. De mondtuk, hogy Miki állatorvos? Most már tudom akkor. Ja, én állatorvos vagyok. Örülök neki és gratulálok, hogy akkor már eleve rossz ember valaki nem lehet, hogyha... Dehogy nem, hát ő még simán. Ez az a terület, ahol a kecskék legelésznek, és rendben tartják tulajdonképpen ezt a dunaparti sétányt. Ezzel biztosítva egy szép környezetet itt a családos kirándulóknak. Kecske füvet eszik, és ami érdekes, hogy mindent lerágnak egész odáig, amíg egy fára fel tudnak mászni. Tehát lehetett látni, hogy egészen idáig képesek felnyúlni és leszedni mindent. Ez egyébként egy különbség a birkával kapcsolatban, mert a birka az általában a finom füvet szereti a földről legelni, a kecske az viszont embermagasságig mindent. Ezen a fán is látszik, hogy ahogy jön egy kis hajtás, ahogy kinő egy kis hajtás, azt rögtön lerágcsálják róla. Arra kell ügyelni, hogyha túl sok pillangos virágú van a fűben, akkor attól felfúvódhatnak a kecskék. Ezért szoktak olyan balesetek előfordulni, hogy beszabadulnak a kecskék a lucernásba, és utána tömegével pusztulnak el. Egyszerűen túl sok gáz képződik belőlük a bendőemésztés során. Ugyanis a kecske az egy kérődző állat, méghozzá kis kérődző. Ugyanolyan, mint a tehén, mert bendője van, de kisebb. És így inkább rokon mondjuk egy birkával, mint a tehénnel. A kérődző állat az egyetlen olyan állatfaj a Földön, amelyik a növényből állati fehérjét tud előállítani, ugyanis transformálja a szénhidrátot fehérjévé, és az, ami nagy hasznunk belőlük. Hogyha például mi füvet ennénk, akkor növényi rozsban gazdag táplálékot fogyasztanánk el, de igazából az életfunkcióinkhoz és a testünk felépítéséhez valószínűleg kevés lenne.